egy ilyen előalaptaglalást tartani, hogy ki is vagy te, mert én mondom, 10 évig nyomoztam. Honnan tudja mi ezt? Nem. Ez az, amit megkerítik az ember, sokat tudja, hogy a másik. Szóval, amit évig voltam még annak, akkor azt választottam, hogy amit még nem csináltam. Üretben legyünk. Most a külemény név az onnan jött, hogy 65-től kezdve én eléggé sokat voltam külföldön, ahol előadtam, szemináriumokat tartottam különböző témakörökből, amelyek többé-kevésbé semmi köze nem volt a fizikai kémiához. De viszont ez nagyon jó volt, mert akkoriban csak úgy lehetett kimenni valakinek, hogyha meghívta egy egyetem vagy valami más intézmény, és engem mint fizikai kémiát meghívtak, akkor általában tartottam egy ilyen előadást, amit egyetemen, és aztán két hétig már. Tehát ez volt az. Amikor ezt én csinálni kezdtem, akkor rögtön vettem arra, hogy fenyítette arra, hogy amit én mesélek, annak rendkívül kevés köze van, sőt, mondhatnám negatív köze van a kommunista vagy materialista ideológiához. Nem lesz az jó, aminek kellene valamit csinálni. Kellett egy név. Hogy jutottam a különbözőhöz, annak annyi története, hogy 19 éves koromban játszottunk, hogy milyen gyümölcs lenne, ha ismerjük ezt a játékot, milyen gyümölcs lenne, de mindent lehetett kérdezni, milyen bútor lenne, milyen zene lenne, milyen akármi. Főleg azt kérdezték, hogy hogy hívnának, ha német lennék. De aztán különbözőnek hívnának egészségügyet. Egy évvel később aztán kellett egy név, akkor ez már úgy elég volt készülve. Alapotam, úgyhogy nem kellett a közösségnek. Egyébként tavaly Hamburgban léptem föl, egyébként az egyetemen ott, és aztán ölt egy különbözőt, hogy ők is különbözőnek hívják. Az első rokoni találkozás. Na, szóval ennyi a hülyenlőd jelentős. Vagy hülyenlőség. De ez nem volt, talán nem egészen nyilvánban nem egészen a bányos. Mert azt nem volt, hogy állapodtam, hogy lehet, hogy a külön, tehát hogy lehet, hogy életet a szóval, mint ahogy külföld. Nem. Mondták, hogy egyébként nem lesz olyan nagyon gyümölcs, sokszor mondták, hogy el nem mulasztják a vizet, hogy tél van, akkor ma felszem, mert a víz. Én ebben a tízágú kasza története a következő, nagyon sokat foglalkozom, az emberi tudat üzenlétével, vagy fogyanlétével, vagy nem tudom, hogy mondjam-e. És ezért sok ilyen könyvet olvastam. Úgy olvasok most is. És ezek a könyvek számomra általában nagyon szerint kivételek, merő ellenkezés változtak ki. És felfedeztem bennük, állandóan felfedeztem bennük gondolati hibákat. Mivel nagyon sok könyvet írnak erről a témáról is, nagyon kínos volt, hogy önök minden könyvet elolvastam, hogy minden állítást próbáljam megszáfolni, és ez valahogy gazdaságtalannak tűnt nekem, hanem mert van egy kertelés, és abban rengeteg gaz. Mert a gaz is egy olyan dolog, hogy ha az ember van gyoklán, akkor egyébként ki kell húzni, mert ez egy kínos. Hosszú és türelemet igénylő dolog, és ezért én kitaláltam, kezdve ugyan ez nem érvényes, mert nem lehet ezt csinálni, de az ilyen eszmei és elmei gyomra
kitaláltam azt, hogy hiszen ezek a hibák, ezek tipikus hibák. Tehát csináltam egy tipológiát erre a gondolathibákra, és egy-egy ilyen típust elneveztem a kasza egy-egy élének, és így kiderült, hogy hamarosan felszaporodtak az élek, és végül nagyjából egészéből úgy gondolom, hogy 10 élű kaszával lehet itten nyomokat írtani, persze a kasza éleinek mérgezetnek kell lenni, hogy nehogy utána nőjön. Most azért kasza, mert egy sunyítással sokat lehet elpusztítani, nem kell egyenként. Minden könyvből, minden oldalon, minden fejezetben, hanem egy sunyítással lehet dolgozni. Úgyhogy ezt a erről valamikor 84, de nem tudom pontosan, valamelyik Los Angeles Egyetemen tartottam egy előadást a filozófiai fakultáson, abban a reményben, ezt még elmondom, mint anekdóta, mert jó, abban a reményben, hogy majd utána parázs vita és veszekedés lesz, mint a veszekedést finomban fejeztem ott ki, e fölött, amit én elmondok, és talán itt is lesz veszekedés, mert én szeretem az ügyet, szóval riadok ettől vissza, sőt, Bicska van. Akkor jó. És elmondtam ezt az előadást ott, aki, és ott ültek a filozófia tanárok, meg filozófia minden, és tudtam, hogy a kasza mindegyik éle, illetve legalább 3 él áll meg egy emberben. És utána azt láttam, na, utána aztán most jön, aztán van. Nem jött semmi, és hanem dicsértek, fölálltak, és azok, akiket tudtam, mert ismertem a műveiket, meg a írásaikat, és tudtam, hogy benne áll a kasza. Éve, azon is felálltak, és azt mondja, hát ez nagyon jó volt, milyen-milyen-olyan, szóval dicsértek. De nem értettem a dolgot, aztán a dékántól, akivel viszonylag jóban voltam, megkérdeztem, hogy lehet ez? Hát hiszen én ezeket kikészítettem, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy miért nem munkannak föl, vagy miért nem mondanak valami goramat. Ja, azt mondja, nálunk a tanítás az egyetemen, és főleg a filozófiában, az olyan, mint a borot, mint a borbé munka. Tehát a borbé hazamegy, akkor őnek mindenféle véleménye lehet, meg mindenféle gondolat, meg foglalkozhat ezzel, azzal, amazzal, de másnap, amikor bemegy a borbé üzletbe, akkor csak elkezd szappanozni. Hát ez sajnos, ez tényleg így van, legalábbis Amerikában így van, mondtam, hogy van most. Régen nem jártam el, a különösen a műegyetemet egy ilyen ebből a szempontból egyszerű hely, mert végül is a fizikát, meg a fizikai kémiát nagyon nehéz világnézetesíteni. Nem így a filozófiát, vagy a nyelvészetet, vagy ilyesmit, amiben aztán ugye kitombolhatja magát az irracionalitás. Ilyen irracionalitásokról lesz szó, és most elkezdeném azért is, mert nem tudom, hogy a végére jutunk-e a 10 élnek, ez attól függ, hogy önök hogy értik. Én azt érzem, hogy önök értik-e vagy nem. Tehát azt, hogy fogok hosszabban vagy rövidebben beszélni ezekről a dolgokról, és ne tessék komolyan venni. Szóval a humort nem lehet tanítani, ez egy alapvető dolog, próbálják csak meg, de azt hiszem, hogy ez nem csak a humorra áll, a gondolkodással lehet tanítani. Aki ellentmond, az szívesen elbeszélget. Az első dolog, amit az első ilyen él, azt úgy hívják, hogy az értés redukálhatatlansága. Tehát az, hogy valaki valamit ért,
azt nem lehet visszavezetni valami másra, hogy, hogy mit tudom én, azért, mert az agya így, meg úgy, meg amúgy. Semmire nem lehet visszavezetni. Ha megkérdezem önöktől, hogy értették azt, amit eddig mondtam? Tessék, mondjon valaki valamit. Nem? Honnan tudja? Javi, gondolja az ember. Honnan lehet ezt tudni, mert nem gondolkozott el ezen, hanem egyből gyors válasz volt. Gyors, nagyon. Gyorsan lehet válaszolni erre, hogy valaki, ha valaki azt mondja, hogy értem, vagy nem értem, az egy mindig gyors válasz. Szóval nem kell mondjuk egy ilyen közegben, hogy most mi mozgunk, nem kell egy hosszan elgondolni, hogy értem, vagy nem értem, érzi az ember, nem? Ön is érezte, hogy nem. Azt is érzi az ember, hogy igen. Kettő között azonban nagy különbség van, mert ha azt érzi az ember, hogy igen, értettem, abba tévedhet. Kiderül 5 perccel később, hogy tévedett. Ha azt érzi, hogy nem, halálbiztos lehet. Tehát az nem lehet, hogy valaki megértette, csak nem vette észre. Fantasztikus aszimmetria van. Az egész Karl Poppernek a filozófiája majdnem, hogy erre az aszimmetriára épül, ha valaki ismeri. De én ezt nem akarom ismerteni, Karl Popper. Tehát az értést nem lehet visszavezetni, mondjuk úgy, hogy a logikát se lehet visszavezetni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azért logikus valami, mert, és most valami jönne. Még senki nem próbálta meg. Amikor én egyszer megkérdeztem Rényit, hogy aki nem jelentéktelen matematikus volt, amellett, hogy még nagyon jó is tud gondolkodni, ami nem minden matematikusnál áll fönn, de önnála igen, megkérdeztem, hogy mi az, hogy az a bizonyos evidencia, a matematika evidencia, tetszik tudni mi az, értem, mert mennyire mérnök, képzettségűek, vagy valami. Nem, az evidenciáról beszélek, tehát azért azt mondja, hogy ez így van, tehát. És most levonja a három valamiből a tehátot, akkor, tehát a tézist, amikor ezt a tehátot kimondják, akkor azért, na ez most matematikailag evidens, világos, átlátszó. Tehát. Ezt kérdeztem, hogy mi ez a tehát? Vagy más szóval, mi az a matematikai evidencia? Rényi kicsit gondolkozott, kb. Egy negyed percet, azt mondta, az egy érzés. Na, óriási csalódás volt, mert akkor én 21 néhány éves voltam, és akkor még nem tudtam, hogy ez tényleg így van, hogy viccel velem. Pedig nem. Amikor azt mondjuk, hogy ez logikus, vagy ez nem logikus, akkor érezzük. Ha azt mondjuk, hogy értem, vagy nem értem, érezzük. Érted? Igen? Érzi? Jó. És szeretnék valamit ellenvetni. Igen. Azt mondta, hogy a logika szabályai mennyire nem visszavezethetők. Azok, én azt gondolom, hogy két szóból érdemes kiindulni, de ez nem bakafántosság. Megpróbáltam ezt a szót, hogy logikus lefordítani magyarra. Na. Egybehangzó. A másik, hogy benne van a logosz, tehát arról van szó a logikában, hogy amit a görögök kispekuláltak, hogy például a kisebb és a nagyobbság arányának az elve, vagy az összehasonlíthatóságnak az elve. Ezek a végső elvek, hogy mit tudom, 3 nagyobb, mint 2, ez egyébként csak metafizikailag nem igaz, matematikailag, logikailag igaznak kell lennie. Igen. Ezek, én azt gondolom, hogy azért nem kérpezhetik kérdéstárgyát, mert ez egy ugyanolyan ostoba zsákutca lenne, mint hogyha azt kérdezném meg, hogy van-e Isten, vagy hogy holnap leszáll-e a nap este 6-kor a nem tudom melyik égtájnál, hegy fölött. Tudnélik? Nem azonos a két. Jó, de csak azt akarom mondani, hogy a logikának az alaptörvényszerűségei úgy gondolom, hogy tőlünk kívülállóak. Ezt a gondolkodást csak megismerheti valamilyen fokon. Helyes. Na de hát akkor... Ezért nem lehet visszavezetni. Ja, hogy ezen túl van az ön horizontja. Persze. Az már.
ezért pontosan ez. Most nagyon köszönöm, mert sokat lendít dolgon érzem. Tehát az lehet mondani, hogy a gondolkodás megmagyarázhatatlan, tiszta empíria. Ez nagyon fontos. Tiszta tapasztalat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azért gondolkodom így, mert ez maga is már gondolkodás, mondjuk észre. Minden visszavezetés, tehát minden redukciója ennek a gondolkodásnak, de nem csak a gondolkodásnak, erről már talán lehet még beszélni, de lehet, hogy nem ma, hanem mindenfajta értés visszavezetetet. Nem azért értem, mert és most jön valami. Megint ne arra, hogy jöjjön. Nyugodtan, örülök, hogyha szóba állnak. Herr Külevind, az Isten is megveri magát, hogyha azt mondja, hogy a gondolkodás az empíria, mert hogyha az Archimedes ott ül a kádjába, és egyszer csak egeresztikusan, ahogy ezt mondják, vagy heurisztikusan rájön valamire. Igen. Tehát tulajdonképpen a kanti gondolkodás éppen itt húz el az angol száztól, hogy tisztán jó ez a szójáték, elméleti, elvi, elmés úton jön rá arra, míg a másik, az angol száz típusú, 98,5 órán át tapasztalati konzekvenciák levonása után jutott el, ez meg csak fogja és lekattintja a valóságot, tehát egeresztikusan rájön a dologra. Ez az intuitív fajta rájövés, ez nem tapasztalat. Itt nincs idő. Ja, hát nem is kell, ez az igazi gondolkodás. Na de hát... És ez egy... Na de az, hogy nem tapasztalás, annak van egy hátsó kijárata. Azért nem tapasztalás, mert nagyon gyors. Én nem mondtam, hogy tapasztalás, az a fontos, hogy eredménycentrikus legyen. Ja, mindegy, én azt mondom, hogy az egyetlen közvetlen tapasztalás az épp a gondolkodás. Minden egyebet a gondolkodás közvetít. Érthető? Tehát amit úgy elmesélünk, vagy tanítanak nekünk, hogy úgy kezdődik a tudomány, hogy megfigyelek, jó, megfigyelek minden, az egy nagy, óriási tévedés, sőt csalás, mert nem mindent figyelek meg, hanem nagyon gondosan ki tudom válogatni, mit körül megfigyel. Tehát amíg meg nem volt a természettudománynak a fogalmi rendszere, addig nem tudták, hogy mit kell megfigyelni. Tehát nem például, mondok egy példát, nem tudták, hogy azt kell megfigyelni, hogy ha valami esik, akkor mennyi idő alatt mennyi utat tesz meg. Ehhez csupa fogalmi dolog körülött, és amíg ezek a fogalmak bennem voltak, addig bizony, ez jó pillanatban volt, addig bizony, nagyon jól tudom magamat utánozni egyébként. És szokott lopni önmagától? Ugye? Szokott ötleteket lopni magától? Hogyne. Szóval visszatérve a témára, tehát közvetlenül csak a gondolkodás van adva, mint közvetlen tapasztalási lehetőség. Mert amikor én azt mondom, hogy megfigyelek, kérem szépen, ha nekem mindent meg kéne figyelnem, én életfogytiglan a szőnyegnek ebben a kockájában maradnék, mert itt annyi megfigyelni való van, hogy na, ahhoz, hogy én valamire jussak, az nekem gondosan ki kell válogatni, hogy mit figyelek meg, meg mit ne. Ugye, tehát például nem figyelem meg az eső kőnek akár a kémiáját, ahhoz, hogy az esési törvényt ki tudjam találni, vagy meg tudjam csinálni. Rengeteg mindentől tekintek el. És előz már egy elméletkör, hogy mit kell megfigyelni, és ez a természettudománynak az egész szerkezet és egész történetet bizonyítja, hogy amikor jól megvolt Newton, amikor Newton megcsinálta a hasonfekve, a diványon hasonfekve, az ő mechanikáját, attól kezdve tudták, hogy mit kell megfigyelni. És tudták, hogy mit kell kísérletezni, előtte pedig nem. Már pedig Newton hasonfekve csinálta a dolgokat, nem tudom, ismerik ezt a nagy történetet, hogy hasonfekve kitalálta azt, hogy ha a Föld gömb,
és forog, akkor a két sarkán be kell lapuljon egy kicsit. Érthető? Egy alma. Nem egészen egy alma, de... Szóval, hogy ott be kell az észak és déli sarkon, tehát a forgástengely két végpontján be kell, hogy lapulva legyen. Hát ezt nem hitték el neki, és ugye az a 18. század, fölszereltek vitorláshajót, Frobisher kapitány vezetésével elindultak az északi sark fel, amit majd ezt kimérik. Ilyen szépen félig megették őket a jegesmedvéknek. Hát el lehet képzelni akkoriban, hogy egy ilyen hajó, amelyik elmegy elég messze északra, persze nem a sarkra, de mégis olyan messze, hogy már lehessen mérni ezt, hogy ott mit, milyen strapán mentek keresztül. Mit tesz Isten? Kimérték, bizony Newtonnak igaza volt. Amit ő a divánon hasonfekve kitalált, Frobisherről félig, megfagyva félig, medvéktől pusztítva, kimérte, úgy van. Na, ez egy nagyon szemléletes dolog, mert példázza azt, hogy mire képes a gondolkodás. Még ha olyan elemikus gondolkodás is, mint a Newtoné, aki egyébként nem kísérletezett, ezt most hadd árulom el, rendkívül keveset kísérletezett. Hihetetlen sokat gondolkodott, néha még a levezetéseiben is van hiba, tehát olyan hiba, mint olyan fizika egyetemi hallgatótól rossz néven vennénk a vizsgán, olyan hiba van benne, néha a levezetéseiben, ettől függetlenül fantasztikus, hogy hasonfekve, ezt már csak én mondom így, tehát otthon üldögélve mikre jött rá? Elképesztő. Na, hadd térjek vissza a gondolkodás visszavezethetetlenségére. Nincsen, még egy dolog van, ami érdekes, hogy a gondolkodás átlátszó önmaga előtt. Tehát ha egyszer gondoltam valamit, akkor én azt értem. Lehet, hogy olyat mondok, amit nem értek, de nem lehet, hogy olyat gondolok, amit nem értek. Vagy mivel gondolok valamit, akkor nem lehet az, hogy én önöszörűen lenne szíves elmagyarázni nekem, hogy mit is gondolok, mert ön talán jobban érti mindig. Ha gondolkodás lennek, akkor megmondom el. Igen, mert ez nem gondolatolvasás, a gondolatolvasó nem tudja jobban, csak esetleg tudja, hogy mit. Tehát ez az egyik dolog, és ennek van egy praktikus következménye, ami nagyon érdekes, hogy a tudatot nem lehet modellezni. Ez egy nevésznek tűnő állítás, de állítom, hogy rögtön be meg fogják látni, hogy mit akarok ezzel mondani. Mert tessék elképzelni, hogy lemodellezném én a tudatot, és ide tenném ide a zongorára a modellt. Miben különbözik ez a modell? A céntudata. Én mindent elkövetek, hogy nagyon precíz modell. Tehát én megfigyelem magam, meg másokat, hogy hogy is, mint is, erre amara, és leteszem. Egy dolog ebből a modellből hiányozni fog, nevezetesen az, hogy az a kívánság, hogy ő magát lemodellezze. Ez biztos. Tetszik érteni? Ez nem lesz benne. Hogy még egyszer, hogy ő magáról egy modellt készítsen, ez nem lesz benne. Ez benne van. Esetleg. Mondjuk én szívesen megcsinálom ezt. De ő benne nem. Mert ő a modell. A modell abban különbözik az eredetitől, hogy nem modellezi magát, nincs benne ez az ötlet sem. De jó lenne, ha még egyszer magamat így nem lehetne. Tehát természetes a dolog abban van, hogy a visszavezetés, tehát hogyha a logikát, vagy a gondolkodást, vagy az értést, ezek most itt szinonimaként szerepelnek, ezeket vissza akarnánk vezetni bármire is, mindig az értést és a gondolkodást használunk. Eközben. Amellett, hogy ezt még senki sem próbálta meg, hadd tegyem hozzá, hogy hadd egy kis agyfiziológiát is keverjünk ebbe a koktélba. Nagyon
10 komponensű koktél lesz, eljutunk a végéig, kétlem, most már, tehát ugyanis az agyfiziológia, ezt titokban tartják az agyfiziológusok, mint sok minden más is, más szakmában. Az agyfiziológia szerint ma a helyzet az, hogy nem az agy gondolkodik, ami egyébként egy önmagát felakasztó állítás, egy öngyilkos állítás, mindjárt rátérek az öngyilkos állításokra, hanem ahogy azt John Eccles és Karl Popper írtak egy közös könyvet, ennek a címe magyarul, azt hiszem, hogy nincs magyarul, az én és az ő agya. Így. The self and its brain. Aminek az érdekessége az, hogy az agyfiziológus, Nobel-díjas Eccles, azt állítja, hogy az agy egy eszköz, amit valaki használ. A Popper ezt kétségbe vonja, mert ő nem ért az agyfiziológiához, ő a gondolkodáshoz látszólag ért, filozófus. Azt mondja, hát ez nem biztos, hogy meg így meg úgy, de a Eccles-nek rendkívül jó, mérhető, mért bizonyítékai vannak arra. Ez egyik dolog. Másik az, hogy arra jött rá, hogy ez egyébként nem Eccles, ez későbbi. Ezek 20-25 éves eredmények. Én biztos vagyok benne, hogy önök közül, csak nincs valaki agyfiziológus, vagy nem olvast ezeket, nem tudja. Nem tudja azt sem a legtöbb ember, hadd fecsegjek egy kicsit, jó? Mert szóljanak, ha unalmas. Tessék, nyugodtan, hogy ismerjük. Régi mese. Általában nem tudja azt se a haladó, amit az agyászok 50 éve vagy 60 éve tudnak, hogy tudnélék az agyban megjelenő struktúrák, szerveződések, azok nem maguktól jönnek létre, hanem attól, hogy a tudat valamit csinál. Például ez, amit nagyon régen tudnak, van az agyban két beszédcentrum. Most amikor a kisgyerek megszületik, akkor ezekben a beszédcentrumokban nincsen még struktúra. A struktúra később jelenik meg, bevezetesen akkor, amikor a kisgyerek már beszél. És ha nem beszél véletlenül, mondjuk ilyen farkasgyerek, vagy van 24 olyan eset az irodalomban, ami tanulmányozott, ahol a gyerek valamilyen körülmény folytán nem emberi környezetben nő föl, vagy olyan emberi környezetben, amelyik nem beszél hozzá, akkor nem alakul ki a beszédcentrumokban az a struktúra, amely képesít minket arra, hogy ilyen folyékonyan is, hogy mondjam, strafa nélkül beszél. Tehát nem úgy van, hogy megérik az agy, vagy hogy mondjam, az agyban megjelennek ezek a struktúrák, mint ahogy a fogak megjelennek, vagy a haj megjelenik, hanem akkor és csak akkor, ha a gyerek beszélő környezetben van. Ez egy halálfontos dolog az egész pedagógiában is, többek között. És ez nem csak a beszéddel van így, hogy előbb beszél a gyerek, aztán ezért, mert beszél, kialakul az agyban a megfelelő struktúra, hanem minden mással is így van. Tudta ezt valaki önök közül? Igen? Egy valaki. Mert honnan tudtad? Igen, hát ott lehet. De ez kérdezében a médiák és a közhiedelem az, hogy az agy hozza létre ezeket, mint egy természetes fejlődése során szó sincs. Egyébként éppen ezt a hagyományos képet, amit ez cápol, ezt erősíti a Ádám Györgynek a Érzékelés Tudat Emlékezés című könyve. Tehát ott pont az ellenkezője van. Igen, ez bőven van. Hadd tegyem azt is még hozzá, hogy
ugyancsak agyfiziológiai eredmény, nem leképező a tudat. Tehát például, hogyha én most téged nézlek, hogy mit csinálsz, meg mi, akkor az én agyamban valami történik. De ami történik, ez nem valami transformált, kódolt, átalakított jele annak, hogy én a talán meg a kezében lévő izét látom. Vagy amikor én mondok valamit, akkor is történik valami az agyban, de akárhogy figyelnénk meg, nem tudnám visszakövetkeztetni, hogy én mit gondolok, vagy mit látok. Érthető? Ez nem leképező. És bocsánat, hát maga, hogyha gondolkodik, hát a gondolat az egy kép is lehet. És az is az agyban van. Ami az agyban van, mondok egy hasonlatot hozzá, és akkor rögtön megnyitom. Mondjuk, hogy van itt egy tévé készülék, és a tévé készülékhez áram költ. Most az áram és a tévé készülék közé én beiktathatok egy árammérőt, úgyhogy az regisztrálja, hogy mikor mennyi áram fog. Szépen? Tehát egy ilyen hullámokat, szép hullámokat mutat. Most ezekből, amit én ebből a grafikonból, amit ez rajzol, ebből én sose fogok rájönni arra, hogy mi ment a tévében. Egy filmen, egy foci közvetítésnek, hírek mentek, ahogy egyszer csak zörg. Amit az agyban mérhetünk, az ez az áramfogyasztásnak felel meg, nem annak, hogy nem, tehát nem leképezik. Matematikailag úgy mondjuk, hogy nem izomorf átalakulás, nem izomorf transformáció. Ami az agyban történik, amikor valami a tudatban történik. Nincsen egy olyan korreláció, hogy ha tudatban ez történik, akkor az agyban biztos az történik. Tehát, hogyha én meg tudnám fogni azt, hogy mi történik az agyban, akkor én vissza tudnék következtetni arra, hogy például mit gondolom most. Nem. Egyébként ezt a Leibniz annak idején minden nagy fiziológia nélkül is tudta. Ezt nem mondom most. De azt szeretném mondani, hogy történetet. Az Ádám könyvnek abban azért igaza van, hogy azt mondja, hogy amikor valamilyen emlékkép, tehát hangsúlyozni kell, hogy ez a gondolkodásnak egy határterület, amikor valaki emlékezik valamire, valami emlékképünk felvillan, az azt mondja, hogy három szinten működik. Először is az, hogy valamilyen akciós potenciál keletkezik a dendritek között, kettő, valami kémiai vegyület, három, hogy bizonyos, például az oszlopos állománynál levő bizonyos kis sejtek bevillannak vagy nem, és hogyha ezt egy felső ilyen videokamera nézni, az, hogy mely helyeken milyen lámpácskák gyulladnak ki, kiad egy pillanatnyi alakzatot, amely azt mondja, hogy a másodperc tört része alatt milliárd módon, mint egy óceánnak a felszíne nézvén egy űrhajó változik. Most ezt csak azért mondom, mert én egy bakafántos pali vagyok. Amit ez az Eklusz könyv mond, ez imponáló, de itt akkor jönnek a régi Nietzsche-i materialista gondolatocskák, hogy jó, csináljuk meg a reverzét, mert addig nem pálya a dolog. A 101%-os bizonyíték csak az a bizonyíték, hogy mi van akkor, hogyha én visszaléptetem azt a tényleg fizikálisan mérhető dolgot, hogy ezek a oszlopos állományban, vagy akárhogy bármelyik rétegbe, purkinyesejtek szintén bárhol bevillanó pontok nincsenek. Azt mondom, hogy oké, játsszuk el az Eklusz elméletét, de nem fognak működni ezek a bevillanások. És a probléma ott van, hogy hiába egy filozófus meg egy biológiás ugrik a dolognak egymáshoz, ebből a végén világnézeti kérdés lesz, és nem pedig tudományosan igazolható valami. Egyszer a Lévai Péter, aki ön előtt két héttel tartott itt egy kvantum misztérium nevű gondolatcserét, ami egy egész elképesztő dolog volt, ő ugye fél évet Bristolban szokott élni, és egy könyvről beszélt, aminek az volt a címe, hogy What about the physics of mind? Körülbelül úgy fordítottunk le, hogy a gondolkodás fizikája. Tudod fizikája. Ki tudja. Igen, mert a mind filozófit is végül is az a ócska könyv, ez az angol száz filozófiai lexikon, ami ilyen ágy alá való ilyen lábnak, hogy kitörök a ágynak a lába azzal. Ott is ugye tudatfilozófiának fordították. Tehát lényeg az, hogy ott arra próbált ez a
De tényleg ez mind a kettő fizikus volt, tehát ott vérre megy a Parkinson, nincs, mint a földrajzban, hogy mellé beszélünk. Most geoide a föld felszín sem. Ott keményen mondták, hogy ott a probléma, hogy kvantumfizikai szinten teljesen más törvényszerűségek működnek, mint nagy szinten. Tehát ez, amit a Péter mondott, hogy ha mi kvantum szinten operálnánk, akkor ugye át tudnánk menni, mint a heisenbergi bizonytalansági reláció mondja a falon, meg én csak, mint Székely György, 27%-ban vagyok itt, egy másik világban 4,7%-ban, és így tehát szétvornék szórodon, de egy elektron felől. Itt a csoda az, és az agy gondolkodás szerkezeténél éppen ez a kihangsúlyozandó, hogy pont ott van ez a döbbenetes szint, ahol a fizikai a kémiaival találkozik. Mert ugye, hogyha azt mondjuk, ami eléggé orfikus gondolat, hogy leprimitizálom, hogy magam is értsem, hogy miről beszélek, ugye van egy szubatomi szint, egy fizikai, egy kémiai, biológiai, pszichikai, szellemi esita. Most a helyzet a következő, hogy állítólag a legnagyobb csoda az ember eszen megáll, de a fizikai és a kémiai között van éppen azért, mert mi ránk, ilyen testekre, akik 70 kilók vagyunk, nem? Az ugye elég egy atomot megpiccenteni, már Hiroshima lesz belőle. Képzeljük, hogy kivágok valakiből egy sarlóval, egy levágom fél karját, sem robban fel az világ. Mitől van az, és ez itt a tudat szerkezetében fiziológiailag próbálták ez a két hapsi nyakon ragadni, ez a Connors meg a másik, hogy mitől van az, hogy molekuláris szinten már nem a kvantumfizika törvényei állanak tovább fönn. És ezek eléggé, szóval ők se tudtak tovább jutni különben, de ott legalább világnézeti probléma volt. Na, elnézést, hogy közvetettem. Ezek mondjuk, talán hagyjuk ezt most. Jó. Mert itt valóban, ha én azt mondja, hogy ha te azt mondod, hogy világnézeti probléma, én ezt nem világnézetinek mondanám, mert ez azt jelenti, hogy ez a szó, ahogy használod, azt jelenti, hogy ezt nem lehet eldönteni. Én szerintem el lehet dönteni, és pont az Eccles nagyon sok olyan dolgot hozott elő, hogy a tudat előbb mozdul, mint az agy. Tehát kifejezetten időben előbb mozdul. Hát egy meg attól, hogy ami még kiderült itt a nyelvpszichológia mentén, hogy ami szerkezet megjelenik a beszédcentrumokban, az nem is a beszédre vagy a nyelvre jellemző. Tehát mondjuk arra senki nem vállalkozna, hogy ebből utólag kiderítse, hogy az illető franciául beszélte, vagy portugálul, vagy magyarul. Sőt, még a úgynevezett jelbeszéd, tehát a süket némák, vagy pontosabban a némák nyelve is ugyanolyan struktúrákat eredményez a beszédcentrumokban, mint a verbális beszéd. Ami azt jelenti, hogy ami ott struktúraként jelentkezik, az nem a nyelvre, hanem a gondolkodásra jellemző, amit ismeretesen a kisgyerek a nyelvben keresztül, vagy ha tetszik, a nyelvvel együtt sajátít el, mint képességet. Pontosabban a nyelv adja az első gondolat formákat a maga nyelvtanával, a nyelvtanában képviselve. Tehát még a, mondjuk ez a beszéd is, tehát az abszolút nem verbális beszéd, ugyanolyan struktúrákat eredményez, és egyébként kiderült ezekről a talán 8 féle ilyen jelbeszéd nyelvből, hogy ezek teljes nyelvek, szóval ezeken lehet költeményt is írni. Szóval itt sok minden van. Nagyon, ha már itt vagyunk, hadd említem meg, nem tudom, hogy de azt hiszem van magyarul a... Oliver Sacks. Van magyarul? Ébredés. Az ébredések, az van magyarul? Nem az a komoly, érdekes könyv, hanem az a címe angolul, hogy a férfi, aki a feleségét egy kalappal tévesztette össze. Ez egy történet. Szóval ezek patológikus történetek, de csak egyet szeretnék ebből egy motivumot, hogy
amikor valami nem megy, akkor azt mondjuk, valami defekt van az agyban. Kémiai defekt, fizikai defekt, ez az az. Igen ám, de vannak olyanok, hogy akár a defekttel együtt, egy bizonyos defekttel együtt, vagy akár anélkül szuperképességek jelennek meg. Mondok egy nagyon, az egyik ebből a könyvéből merítem. Két idióta ikerek. Nem tudnak semmit, nem tudnak beszélni rendesen, nem tudnak életképtelenek, ellenben, hogyha megkérdezik tőlük azt, hogy 4532. január 20. milyen napra esik, akkor rávágják kedd. Nagy nehezen utána számolunk, tényleg kedd. Oda-vissza, előre-hátra. Érted? Na ezek a, ez jó, hát szóval ez egy szuper képesség, hogy vannak idióták, akik emlékeznek. Úgy emlékeznek, megkérdezik, hogy 30 évvel ezelőtt, január 23-án a New York Times-ba mi volt a vezércikk? Mondják. Vagy ez a két idióta, hadd mondom ezt a példát, mert ez tetszett nekem legjobban, azon kapta őket a Sachs, az egy pszichiáter, hogy a két pasi ülés hadjegyű számokat mondanak egymásnak, hogy mit tudom én, 672.473. És a másik úgy boldogan elmosolyodik, kis ízlelgetét, aztán válaszol, hogy 833.771. Remek. Hát az orvos nem tudom mi ez, annyi esze volt, hogy fölírta a számokat, és kiderült, hogy ezek prim számok. Na már most, aki matematikus, az tudja, hogy a prim számok előállításához nincsen algoritmus. Tehát az bonyolultan, tehát nem tudjuk, hogy hogy kell prim számokat előállítani. Nincs erre képlet, nincsen, semmiféle elmélet sincs erre. Az orvos fogja magát, és előszed egy könyvet, amiben 10 jegyük benne vannak a prim számok, és leül oda, és mond egy 7 jegyű prim számot, megölelik, hogy ő érti. Ők nem tudják, kérem, ők nem tudják, hogy mi az, hogy prim szám. Ez a két hülye, ez nem tudja, hogy mi az, hogy prim szám. Ő csak mondja a prim számokat, az orvos leül velük játszani, és szépen eljátszanak, és befogadják őt a játékba, eljátszanak a 10 jegyig. Akkor az orvos kénytelen kiszállni, mert csak 10 jegyig van meg a tízét. Ezek meg csinálják tovább. Két év múlva beállt hozzá, és akkor 16 jegynél tart, és nem tudja, hogy ez prim szám, mert tényleg vagy nem, mert azt nem tudja ellenőrizni. Azért föltételezem, hogy az, mert 10 jegyig ők hibátlanul működtek ebben. Na már most kérem. Ugyanezek a pasik csináltak a következőt, leesett egy doboz gyufa a földre, kiömlött a gyufa, ránézek, 111. Azt mondja az egyik, 37. Ami igen csak 111, meg. De honnan, hogy tudtátok ilyen gyorsan megszámolni? Megszámolom, fogalmunk sincs, nem számoljuk. Szóval te se számolod meg, hogyha három tányért látsz az asztalon. Első emberről volt ki. Hogy? A Rain Man. Lehet. Szóval vannak szuper képességek, amiket nem lehet defektológiával megmagyarázni. Érted, hogy mit mondok? Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát milyen hiba van az agyba, hogy ezek, mit tudom én, 30 évre visszamenőleg az összes újságcikket el tudják mondani, vagy megérzik, mert más mód nincs rá, hogy mik a prim számok 6 és 16 jegy között. Milyen defekt van az agyukban? Itt jön be, ebben zseniális ez a Sachs. Kérdést fölvesz. Azt mondja, hogy abban, hogy bizonyos számokat, vagy éppen struktúrákat ezek az emberek sokkal jobban is tisztában látnak, tehát hogy az agyuk
nincs lebédve ilyen szinten. Ezért eredményezik ez az idiotizmus a másik oldalon, csak ez nem mindig van egyre ki is hangsúlyozódva. Igen. És tehát azt gondolom, hogy egy olyan hatásában működik az emberi agyon, mert alulról és fölülről is vágva van. Ha valahol lejjebb megyünk az egyikbe, akkor az abban a pillanatban ki fog ütközni a másik oldalon. Igen, nem biztos. Nem biztos. Vannak először is két oldalról sem biztos, mert nem minden idiótának van ilyen szuperképessége, és másodszor lehet ilyen szuperképesség, nem idióta. Én már azt gondolom, hogy amit idiotizmusnak élünk, azok lehet, hogy a másik oldalon olyan képességek vannak, akik egyszer számukra nem mérhetőek. Tehát van, csak éppen meg teljesen megfoghatatlan. Ez egy nagy külön téma, boldogan egyszer ebből beszállnék, mert erről nekem is van véleményem, hogy az agynak mi a szerepe tulajdonképpen az egész ügyben. Ami most, ha terjesszük ezt ki egy kicsit, ugye van olyan pszichiátrikus iskola, nem is egy, ma már, aki azt mondja, hogy akiket mi őrülteknek nézünk, azok tulajdonképpen valamit tapasztalnak, amit régebben úgymond beavatottak tapasztalt. Csak ma már ez össze-vissza van keverve minden egyébben, de van egy ilyen Ronald Lang, csomó könyvön van magyar. Igen? Nem. Érdemes. Van egy olyan is, szóval verseny is van. És lying, így hívják. Tehát érdemes itt nagyon, ezek valóban határtörténetek, és így fogja fel ez a szaksz is. Kérem szépen, ezt az értés redukálhatatlanság, én elneveztem ezeket az éleket, elláttam őket nével, úgy hívják, hogy uroborosz, a farkában harapó kígyó. Ez. A következő, azt viszont úgy hívják, hogy tepsi. A következő, a tepsi az azt jelenti, hogy ilyeneket mondok, hogy nincsen biztos megismerés. Vagy azt mondom, hogy semmilyen Minden relatív. Minden kijelentés relatív. Érthető? Már értik, hogy mi a tepsi? A tepsi ugyanis olyan eszköz, aminek a nyele kiáll. Nem a tepsiben van. Tehát én a nyelénél fogva fogom, aztán azt mondom, hogy a nyele az, hogy amit én mondok. Például az, hogy minden relatív. Most a minden az benne van a tepsiben, de ez a kijelentés kiáll belőle, mert ha ez is relatív lenne, akkor nem mondtam semmit. Tetszik érteni? Ezért hívjuk tepsinek. Ritka az a tepsi, akinek a nyele befelé áll. És a tepsit hozz, aminek nincs nyele. Ezek nyeles, mind nyeles tepsik. Akkor nem fér bele. Tudnélek, megmondom miért, mert mindig elfeledkeznek arról, ami az állítás. Tehát, hogy az állítás nem tartozik az állítás tartalmába. Maga az, hogy állítom. Tehát azt mondom, hogy nincsen biztos megismerés. Az egész szkeptikus filozófia beleesik a tepsibe ebbe, mert nincsen biztos megismerés, kivéve ezt az egyet. Most lehet itt még izérgetni, hogy és ez biztos. Egy következetes, rendes fickó azt mondja, hát ez se biztos. Mondja ő, azt hiszi, hogy most kimászott. Nem mászott ki, mert a következő kérdés az, de ez az utolsó állításod, hogy ez se biztos, ez hogy áll, ezzel hogy áll? Ez se biztos. Na jó, és így tovább. Tehát ez a tepsi. Ilyen rengeteg van, köszönöm szépen, nagyon kérdés. Ilyen rengeteg van. Ez azt jelenti, hogy a kijelentő személy megfelelkezik a kijelentés tartalma mögött álló aktuális kijelentésről. A kijelentés tartalma ellentmondásban lehet a kijelentés tényével, például ilyen, hogy a gondolkodás szubjektív, például ilyen, mert ha igen, akkor ez csak az. Már ezek tipikus öngyilkos, tehát öngyilkos gondolatot, így áttekeri magának. Micsoda,
kötele, aztán átdobja valami, és így húzza. Ennek nagy sikere volt, a tepsinek az kiváló volt. Aztán itt van egy ilyen, hogy harmadik az általános definiálás lehetetlensége, ami egyébként közhely, már a középkorban tudták ezt a okosabbak, hogy nem lehet ám minden definiálni, mert nincs mivel. Tetszik érteni? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy egyébként vitákban ez nagyon sokszor, hogy mit ért ez azon a szón, hogy? Na, erre én szerencsétlen azt mondom, hogy ezen a szón azt értem, hogy, és mondok öt más szót. Erre mit csinál az én partner, az mondja, na de most ezt az öt szót kell ám rendesen definiálni, ugye egyre több definiálni való van, és kifogyok a szóból, eltekintve attól, hogy kérem szépen, én így fölteszem ezt a feladatot, feladom, hogy azt a szót, hogy igen, szíveskedjenek nekem megmagyarázni, nem értem, hogy vagy azt, hogy nem. Nosza. Hogy? Ez alapfogalom. Na, de hát nem is, hogy alapfogalom. Hát ezzel nincs megmagyarázva. De önnek teljesen igaza van, az alapfogalmakat, és ebbe tartozik lényegében minden nyelv adta szó. Minden, amit a magyar, vagy bármelyik nyelv, mint ősi szót hoz, az ebbe tartozik, mert én megkérdezem, mit jelent az, hogy értés? Mit jelent az, hogy magyarázom? Magyar. Mit jelent magyarázom? Na, mit jelent az? Mit jelent az, hogy mit jelent? Pontosan, így tartunk, szóval ezt úgy hívtam, hogy a pedáns. Ezt az élő úgy hívtam, pedáns, hogy mindent meg akar magyarázni, csak sajnos. Ez megtér. Ezt egyébként Aquinói Szent Tamás nagyon jól tudta, hogy nem megy, de hát ezt sem mondom el. De attól, hogy a nyelvi tölthetőség szintjén nincsen magyarázata, az nem jelenti azt véleményem szerint, hogy nem tudjuk azt, hogy mi az, hogy igen, vagy most... Dehogy nem! Remekül tudjuk! Hát így ezt mondom, persze, ez nyelvi tölthetőség szintjén nem működik. Remekül tudjuk. A fonmegútnak aztán az igre, ahol a ketten összedugták a fejüket, és a fonmegúti a görlekbe. Szóval én zseniálisan látta a fonmegút is, hogy neki nem kellett egyáltalán beszélni, ez már egy tökéletlen közlési mód, és egy tökéletlen információs forrás, de ezek a dolgok azért működnek. Mennyire működnek? Vagy képzelj, hogy nem működnek. Is, szóval meg nem tudom mondani, hogy mi az, de ha beszélek egy hasonló érzékenység ember, akkor tökéletlen kristálytisztán fogjuk tudni, hogy mi az, amit az az ember csinál. Ez az egész beszéd, gondolkodás, intuitív eredetének a döntő bizonyítéka. Egyébként a Habermasnak is volt erre egy megjegyzése, csak nem nagyon vették észre. Van egy ilyen rádió darabja, ahol kitalálnak egy egyértelmű nyelvet. Ez régi törekvése volt a bécsi iskolának, hogy azért nem értjük meg egymást, mert a szavak nem egyértelműek. Tetszik érteni? Tehát a legjobb lenne csinálni egy olyan nyelvet, ahol minden szónak csak egy egy értelme van, akkor aztán jól megértenénk egymást. Hát sajnos ez a darab szerint sem megy, a Havel darabja szerint sem megy, de nincs megmagyarázva egészen, hogy miért nem megy. Én tudom, hogy miért nem megy. Azért nem megy, mert mondjuk, hogy mi ketten próbáljuk ezt csinálni, jó? És azt mondom, hogy kérem szépen, az ember szó azt jelenti, hogy és most mondok valamit. Igen ám, de amit én így mondok, tetszik érteni, azok a szavak nincsenek még konvencionálva. Tehát ott azok nem egyértelműek. Hát akkor hogy állapodunk meg? Egy szóban is, hogyan állapítjuk meg egy szó egyértelmű jelentését is, mikor állandóan használni vagyunk kénytelenek azt, ami még nincs egyértelműsítve. Egyébként a matematikában ez egy... Van itt matematikus, rendes? Nincs egy darab sem. Rendetlenek vagyunk. Gödel tétele az egy remek matematikában ezt fogalmazza meg. Nem lehet egy konvencionált jelrendszert létesíteni, anélkül, hogy ne nyúlnánk kívülre. Elmondom magyarul. Tehát, hogyha én el akarom magyarázni önöknek a topológia
szabályait, akkor én ezt ehhez, hogy elmagyarázzam, vagy előadjam, az egész magyar nyelvet kell használnom, és nem maradhatok meg a topológia fogalmi rendszerében. Tehát az egyes fogalmakat mindig az egész magyar nyelv igénybevételével kell előadnom, és így tudom létrehozni azt a zárt fogalomkört, ami egy ilyen rendszer jelent. Ezért nem lehet hála jó Istennek, nem lehet egyértelmű nyelvet csinálni. Hogy miért hála jó Istennek, azt is elmondom, mert ha netán lenne, ez azt jelenti, hogy soha többet egy új gondolat meg nem születhetne, vagy legalábbis nem lehetne közel. Ugyanis ha egy új gondolatom van, ami néha megesik, akkor én azt, ahhoz nem találok ki új szavakat, hanem én a jó régi szavakat használom, amelyek abban, hogy ahogy használom, átértelmeződnek. Tehát változtatják, nagyon változtatják az értelmüket, egyszerűen abból, most ennek ellenére megértik, néha megértik. Tehát nem az egyértelmű szavakon múlik az értés, hanem mi. Most bekerültünk a néma nyelv területére. Ha valamit én nem akarok megérteni, azt te nem is értem meg. És azt, aki nekem meg akarja magyarázni, amit én nem akarok megérteni, azt én úgy kikészítem, hogy na, állandóan megkérdezem, hogy mit ért azon, hogy semmi más nem tud csinálni. Kétségbe ejtem. Nem tud semmit velem kezdeni. És az, hogy egyáltalán értjük egymást, tessék elhinni, ez kizárólag az állandóan a beszélt, elhangzó jelrendszerek mögötti néma nyelvnek köszönhető olykor, ha értjük egymást. Semmi más. Szóval abból, hogy mi a szavak ellenére megértjük egymást. Ez az extrém megfogalmazás. Tehát ez a harmadik volt. A negyedik az, hogy nominalizmus, amit úgy hívtam, hogy analfabéta. Kérem szépen, mérés és az olvasás közötti különbség. Én ebből az oldalból kétféle módon állhatok hozzá. Az egyik az, hogy elolvasom, hogy mi van ideírva. A másik az, hogy természettudományt csinálok belőle, megelemzem a papírt, miből áll. Megmérem, először is megmérem. Aztán megelemzem a papírt. Akkor megelemzem a tintát, akkor csinálok egy statisztikus összeállítást arra vonatkozólag, hogy amit itt E-betűnek nevezünk, az hányszor és milyen körülmények között fordul elő. Sőt, leírom matematikai, az egész pontrendszer, tehát hogy oszlik meg a sötét és világos pontok, hogy oszolnak meg ezen a papíron. Érthető ez? Ezt úgy hívják, hogy természettudomány. Tehát ebből én remek természettudományos micsodát csinálok, annélkül, hogy egy munkot is olvasni kéne, vagy értenék belőle. Így állunk általában a természethez. Pontosan így. Ez nem az utolsó szó, amit a természetre vonatkozóan kimondunk, vagy ki volt mondva, mert hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy a középkorban még úgy tekintettek a természetre, mint egy szövegre, amelyet ugyan nem tudnak olvasni, de szöveg jellegű. Érted? A természet könyve. Hogy azért más hozzáállás is lehetséges, azt én abból szoktam megtudni, hogy én nem tettem, hogy vegyész képzésű vagyok, és ezért nagyon tisztelem azokat a vegyészi teljesítményeket, amelyeket mondjuk Egyiptomban, Babilonban, vagy valahol ezen a területen hoztak például, vagy akár a görög kerámia teljesítményeket, ugyanis ezeket a teljesítményeket, ezeket a kerámiákat és a mászt a kerámiákon, ez egy nagyon vegyészi
feladat, és haladna ettentől nehéz feladat. Ma is. Egy jó mászt csinálni. Ha jól tudom, akkor valószínűleg vajnak is a pár, hogy megjelenzik, de például pont a görög és etruszkrimánban nem tudják ezt, nem tudták. Na de ezek tudták. Na most kérem szépen, két föltételezés lehet. Az egyik az, hogy addig próbálták, amíg sikerült. Ez egy rendes föltételezés, csak egy baja van, hogyha én addig próbálnám ezt, amíg végre sikerül egy vázát létrehozni, egy jó mázzal, akkor mondjuk csinálnék egy gellérthegynyi selejtet, és aztán még jönne egy váza. Most ezeket a selejteket nem találjuk. Tehát nem találjuk a gellérthegynyi selejtet. Egyáltalán nem. Hasonlóképpen nem találjuk az összedőlt gótikus templomokat, ha addig próbálták azt az építkezést, esetleg csak elkezdeni statikai számítás nélkül, addig próbálgatták azokat, hogy hogy lehet ilyen tornyokat meg, amíg végre rájöttek, akkor ez, tessék most elkezdeni, hogy addig próbálnánk mi. Hát létrehoznánk mondjuk 5000 összedőlt izét, aztán talán sikerülne. Most a történethez hozzátartozik, hogy összesen egy olyan gótikus katedrálisot tudunk, amelyik összecsuklott. Az is a korszak végén történt, nem az elején, és csak egy. Rengeteg leégett, de hogy összedőlt volna, ez nem így. Piramis építés. Hát nem addig próbálták építeni, míg végre sikerült, hanem mindjárt elején sikerült, aztán jött egy, ami nem sikerült. Ami úgy lecsúszott, meg mindent. Mit csinál megint vegyész? Ugye, mit csinálnak ma a gyógyszer, a nagy gyógyszergyárak? Tudják, hogy mit csinál? Előveszik a jó régi növény, mit mondják ezt, fű, gyógyfüves könyveket, aztán kinézik, mit tudom én, a katángi peténget abból, fogják, megelemzik, megtalálják az alkaloidát benne, előállítják az alkaloidát izével mesterségesen, hat valahogy, de nem olyan jó. Honnan tudták ezek régen? Fogalmuk nem volt, hogy ilyen dög, mint alkaloida létezik. Az, hogy elemzik meg mi, hát erről szó se volt, hát ezeknek dunctjuk nem volt a kémiai. Ha megbuktak volna, már az elemibe megbuktak volna a kémiából, meg semmi. De meg is buktak. Na de tessék, hogy csak elképzelni, hogy azért rengeteg dologra jöttek rá, és biztos, hogy nem úgy, hogy addig csinálták, hogy megint úgy, hogy ezt mi elképzeljük, hogy mindenféle növényből csináltak, tehát az megbeadták mindenféle betegnek. Aztán nézték a szignifikanciát, hogy hát ezeknek haszn. Na arról nem beszélek, hogy az akupunktúrával hogy állunk. Egy barátom csinált egy nagy elméletet erről, hogy hogy jött létre az akupunktúra. Véletlenül, ugye egy varró kislánynak fájt a feje, és véletlenül beleesett egy tűbe. Sellunk a fejfájás. Na ez a nagy kínai bölcs, mert ugye Kínában, ezt észrevette, azt mondja, ho-ho, hát itt van valami. Azt elkezdett szurkálni. Találomra, hogy most tessék ezt elkezdeni, addig szurkál, amíg rá nem jött arra, hogy hova is kell szúrni, amikor... Ezek nagyon... Szóval így képzeljék el általában a tudomány kialakulását, de ne tessék, a Bertrand Russell rájött arra, nem hiába volt azért okos fickó, szóval, hogy ő azon csodálkozik, hogy ennyit tudunk. Mert hogyha trial and error, tehát egy ilyen próbálgatással csináltuk volna, akkor még hol tartanál? Még semmi se tartanál. Még hihetetlen gyorsan megtudtuk a dolgokat. Na, szóval csak ez a nominalizmushoz, amit úgy hívtunk, hogy analfabéta. Most már értik, hogy miért. Mert na, még 10 percet beszélek, akkor a szintek törvénye. Ezt úgy hívtam, nek a beceneve az volt, hogy a lapos légy. Ugyanis a lapos légy az Einsteinnek a találmánya volt. Ő kifejtette azt, hogy ha
a légy az egy síkban tud csak mozogni, akkor ő soha nem jön rá arra, hogy három dimenzió van. A gondolathiba, ez mellékes, ebben az, hogy arra se jött volna rá, hogy sík van, mert ahhoz is neki egy kicsit ki kell állni a síkból. Tetszik érteni? Mondok. Tehát, hogyha ha egy légy, akkor ez valami kis rálátása kell, hogy legyen a síkra, ha ő a síkot fölfedezi. Ha azonban tényleg lakos, besimul a síkba, soha nem jön rá arra, hogy sík van, hanem csak arra jött rá, hogy vonalak vannak. Ennek a dolognak a lényege az, hogy a megismerésnek, a megismertnél mindig magasabb szinten, magasabb tudatszinten kell állnia. Ez az olvasásnak is vannak szintjei. Ugye, tessék elkezdeni, amikor elkezd a gyerek olvasni, akkor ő betűket olvas, vagyis hangzókat olvas. Na most egy óriási katasztrófa az, hogy összeolvas betűket szóvá. Mert ez nem úgy megy. Mert hogyha én azt mondom, hogy mondjuk azt mondom, hogy mondjuk, akkor én nem azt mondom. A gyerek nem azt mondja, hogy m-o-m-d-j-u-k. Mert ezt kéne mondani, ha megmaradna a betűk sikja. Ő kimondja azt, hogy mondjuk. Na aztán van olyan, hogy ez egy közismert ma már betegség, sőt neve van, úgy hívják, hogy funkcionális analfabetizmus, hogy a gyerek folyékonyan olvas, csak éppen azt nem tudja, hogy mit. Azaz a szavakat nem tudja mondattá egyesíteni. Mert tessék csak elképzelni, hogy micsoda őrület. Hol van a mondat értelme? Ez egy Wittgensteini kérdés, ez, hogy is értjük meg a mondatot? Az első szónál, a másodiknál, a harmadiknál, a negyediknél, mikor? Mikor? És akkor meddig tart? Na hát ez egy borzasztó fontos dolog, és amikor a gyerek egy mondat, egy szavakat mondattá olvas össze, vagyis megérti, akkor ki kell lépjen a szavakból. Mint ahogy ha beszélünk, hadd mondom ezt is el, kérem szépen, amikor önök megszólalnak, vagy én megszólalok, én nekem tudni kell, hogy mit akarok mondani. Egy picit előbb, mielőtt elkezdem a nyelvemet, meg a beszédszerveket működtetni, legalábbis ajánlatos, hogy tudjam, hogy mit akarok mondani. Mert különben honnan tudnám, hogy melyik az első szó, melyik a második szó, melyik a harmadik szó, és milyen nyelvtani izét alkalmazok. Tehát valahol ott van, megint közel járunk a néma nyelvhez, valahol egy pillanattal előbb nekem már tudni kell, aztán még el is dönthetem, hogy milyen nyelv mondom. Mert sokszor el kell döntenem, mert angol is, meg németül is, meg még olaszul is előadok. Tehát amikor önök megértik az én mondatemet, és ebben én bízom, mert mindig optimista vagyok e tekintetben, de csak is e tekintetben. Tehát amikor megértik az én mondataimat, akkor tulajdonképpen mit csinálnak? Vagy például ugyanez a kérdés volna egy fordítónak. Ha egy fordító szóra fordít, Karinti óta tudjuk, hogy ebből csak humor, legjobb esetben humoros szövegek jönnek létre. Hanem mit kell fordítani neki? Azt, ami nincs is a szavakban, eltengedik attól, hogy nagyon könnyen lehet, hogy a magyarban rendszeresen kevesebb szóval mondunk valamit, mint mondjuk bármelyik indogermán nyelvben. Például azt mondom, hogy látlak. Ez három szó, minden rendes indogermán nyelv, a latin kivéve volt két szó. De hát, ugye, tehát mit fordítunk le? Azt a nyelven túli valami értelmet, amiből minden tisztességes mondat ered, vagy amit el kell érni, ha meg akarjuk érteni. Ez a szavak előtt, fölött van szintek. Tetszik érteni? A betűk szintje, vagy hangzók szintje, a szavak szintje, a mondat szintje, és az értelem szintje. Amit, ha nem ér el a gyerek, akkor folyékonyan olvas, csak nem tudja, hogy mit. Megkérdezed, mit olvastak?
halmát fogalmas. Folyik. Na, ez még magasabb szinten is van, mert van olyan ember, aki azt hiszi, hogy megérti a szöveget, és az az érzés, hogy megérti, és ha jól megvakarjuk, akkor kiderül, hogy nem. Mert még a szövegeken belül is, hogy is mondjam, vannak olyan ezotérikus szövegek, idézőjelben mondtam, amiknek nagyon sok szintje van. Magának a szövegnek. Nem informatív. Nem informatív szöveg, hanem mondjuk olyan... Hangsúly nélkül. Mondjuk hangsúly nélkül. Nem hangsúly nélkül, mondjuk olyan, mint a Buddha szövegei, vagy a Biblia szövegei, mert azt megnézi, azok nem informálnak, hogy kezdetben valaha az ige. Igen? Értik? Nem arról informál, mi is volt kezdetben, vagy mikor volt, vagy nem ezt akarja mondani. Világos, nem? Az informatív szinten megértjük, bárki lefordítja másik nyelvre, le is fordította minden nyelvre ezt a kis mondatot, de ha megnézem, hogy utána keletkezett egy könyvtárnyi irodalom erről a mondatról, csak erről a fél mondatról, akkor az ember mégis az az érzés, hogy hó, hát emögött még van valami. Hogy nem arról volt, hogy megmondja valaki, mi is volt a kezdetben. Vagy mikor volt az ige, vagy mit tudom én, szóval nem. Azért mondom, van egy ilyen szöveg. Kérlek szépen, én azt hiszem, hogy be fogom lassan fejezni ezt. Ez tehát... Így tényleg így még van időnk. Van? Jó, még egy kicsit. Na, aztán van itt, hogy pragmatizmus, amit egyszerűen kényelmességnek fordítok. A pragmatista filozófia ugyanis tartalmaz egy előfilozófiát, mert azt, hogy mi a hasznos, az nincs a pragmatizmusban benne, az elő van vételezve. Tetszik ez, hogy mi tehát, hogy van egy rejtett érték meghatározó érzés, filozófia vagy valami, ami el van rejtve. Még azt mondom, hogy pragmatikus. Hadd tegyem hozzá, hogy a kisgyerek számára ez a fogalom, hogy hasznos, nem létezik. Nem létezik. A kisgyerek, ha azt mondom neki, olyan kisgyerek, aki már beszél, nincs elrontva, az nem tudja, mi az, hogy hasznos. Ahogy nem tudták az archaikus népek sem, hogy mi a hasznos. Nem a hasznosság szerint éltek. És nem a kényelem szerint éltek. Ezt nagyon jól tudom bizonyítani etnológia vonatkozásban, de most ezt nem teszem. Higgyék el nekem, hogy nem a hasznosság szerint éltek. Ha azért éltek volna, akkor mondjuk a totem állat, amit csak egyszer vagy kétszer évenként volt szabad enni, és az volt a leggyakoribb általában, és a legjobb faja. Hát, hogyha hasznosság szerint éltek volna, akkor bizony, nem így lett volna. Meg sok, nagyon sok mást tudunk ma, és már nagyon régen. Ez is egyik elhallgatott része a mi tudásunknak. Világnézeti okokból. Ez komoly világnézeti ok. Aztán itt van a hetedik, azt úgy hívom, hogy fogalmam sincs. A fogalom nélküli létező, ilyen, hogy a magán való dolog, a dingánzis, vagy a tudat alatti, vagy a tudattalan, amelyből a tudat kifejlődik, vagy egy nagyon tipikust mondok, az a Giordano Bruno-nak a találmánya, hogy létezik egy anyag, egy alapanyag, amelyik se nem rész, se nem vas, se nem kő, se nem fa, egyik se. Nincs tulajdonsága, hanem minden létező anyag, amit a kémikus is, mert amögött van egy ilyen tulajdonság nélküli, nem ember, mert az egy könyv, a muzinak, hanem egy anyag, amelyik közös mindennel. Ez az anyag, mondja Giordano Bruno, ez fölveheti mondjuk az üveg sajátságait, akkor üveg lesz. Vagy az arany, vagy a vas. Olyan, mint a Jolly Joker. Olyan, igen, csak a Jolly Joker olyan, igen. Na most ezt a tulajdonság
nélküli anyagot, ezt veszettül keresik a mai napig, csak nem abban a formában, hogy ő képzelte, hogy az olyan volt, mint mondjuk egy puding. A pudingnak van sajátsága általában, de egy olyan tulajdonság nélküli puding, mivelik olyan elementális részecske, elemi részecske formában keresünk, aminek nincs tulajdonsága. És mindannyiszor, ha találunk egy ilyen még kisebb elementális elemi részecskét, az elemi részecske nagysága és a hozzávaló apparátus sorzat az körülbelül változatlan. Tehát minél kisebb a részecske, annál nagyobb apparátus. Városnyi apparátussal termelünk ki egy pici részecskét, és mikor kitermeltük és azonosítottuk, kiderült, azért tudtuk ezt megfogni, mert valami tulajdonsága volt. Valami kis farkincel. Például töltése volt, tömege volt, spinje volt, mágneses momentum, valami volt, mert ha semmi nem lett volna, észre se vettük volna. Fantasztikus. Tehát ez a gondolhatatlan. A gondolhatatlan fogalomnak látszó valami, ezért mondom, hogy fogalmat sincs róla. Tulajdonképpen mondjuk ezt az anyagfogalmat, ezt a Giordano Bruno találta ki, a Dingenzicht, az pedig Kant atyánk találta ki, amelyiknek az se nem ilyen, se nem olyan. Az, hogy ilyen olyan, ezt mi fűzzük hozzá. De most, ha valaminek abszolút semmilyen tulajdonság, hogy gondoljuk azt? Hát úgy gondoljuk, hogy azért hogy azt a magánvaló mondjuk asztalt, ami nem olyan, mint ahogy én látom. Mert az már az én hozzátételem, hogy ezt a barnának meg mit a... De azért nagyon hasonlít ahhoz, amit látok. Másképp nem tudom elképzelni, hogy gondolni. Ez egy fantasztikusan elterjedt. Ez mindenféle instrument, mindenféle hangszerelésben megtalálható. Ezt játsszák fuvolán, puzonon, mindenféle módon lehet ezt a legkülönbözőbb formákat tudat. Ilyen-olyan tudat alattik, tudattalanok. A Jungnak az a fantasztikus jó kis képe, hogy a tudat alatti óceánjából emelkedik ki a tudat kis szigete, amely azonban megfogalmazza ezt az óceán. Mégiscsak. Beleillik az elsőbe, a farkában rakó kígyóba is, ezt külön tárgyalom így. Na aztán a tudati tapasztalások visszavezetése észleleti elemekre, erről volt szó az aggyal kapcsolatban, például így, hogy ezt úgy hívtam, hogy malom. A malom az a Leibnizi képre való visszaemlékezés, ő állította föl ezt a képet, hogyha akkorára kinagyítanánk az agyat, mint egy malmot, és abban ide-oda tudnánk járni, és mindent meg tudnánk figyelni, mondta Leibniz, akkor sem tudnánk, hogy a tudat mit csinál. Ha az agyban mindent meg tudnánk figyelni, akkor sem tudnánk rájönni, hogy a tudat mit gondol, vagy mit képzel valami. Hát ezt mai... Akkor lenne műlevünk. Vagy? Műlevünk. Ezek ugye az agy gondolkodik, az érzékszerv észlel. Az érzékszerv észlel. Bocsátom ki a vitriolomat az ügyben. Az agy gondolkodik, akkor azt mondom, hogy nagy baj van. Nem tudunk tovább beszélni, mert a te agyad ilyen, az én agyam olyan, és még ezt is az agy csinálja. Tehát hagyjuk abba a vitát. Sajnos ez a megállapítás is csak agy termék. Azt mondom, a legjobb, ha befogom a szám ilyen esetben. Nem? A két agy egymással, az olyan, tudtam, két, az a narancsfa és a dinnyefa egymással vitatkozik, hogy melyik a jó, melyiknek van igaza. Nem? Ha az agy csinálja, az ön agya
valószínűleg más, mint az enyém. Mit kell? Viszont a pragmatikusnak. Nem. Nem. De még az az ötlet is, hogy a legokosabb, ha nem beszélünk, ez is az agyam terméke. Ne tessék komolyan venni, ezt sem most mondtam. Semmi. Semminek semmi értelme, és még ennek sem, mert ezt is az én agyam produkáltam. Úgy, ahogy a dinnye bokor dinnyét produkál. Hát mit lehet vele kezdeni? Ne lehet meggyőzni, hogy de jó lenne, ha nem dinnyét, hanem mit tudom én citromot hozni. Ne. Aztán van a kilencedik, az én, ez a szó, hogy én, kezdet, szabadság, kérdés, ezeket a szavakat neked. Ha megnézik a legtöbb, nagyon kevés kivétellel, minden nyelvészeti könyvből ez a két szó hiányzik, én és értés. Én nem vagyok. Ilyen, hogy én nincs, az egy illúzió. Ez a legkülönbözőbb hangszerelésben, materialista, buddhista hangszerelés, az állítólagos buddhista hangszerelésben, amit én ismerek, fehér buddhizmus, eltorzított buddhizmus, ilyen, hogy én nincs. Én nem vagyok. Te sem. Egyébként hogy vagy? Dziękuję bardzo. Amikor ez elhangzik, hogy az én, hogy az emberi én, az csak egy illúzió, én akkor vagyok a legboldogabb. És azt mondom, remek, és kinek az illúziója? Mert az, hogy egy illúzió, az csak úgy önmagában sétál a világban, anélkül, hogy egy gazdája lenne, azért ez mégiscsak egy nagyon merész ötlet. Érthető, hogy mit mondok? Hogy illúzió, anélkül, hogy valakié lenne. Ezt versben lehet mondani, a Rilkének a sírján van egy ilyen, hogy senkinek álma lenni, de ez csak vers. Ő tudta legjobban, hogy ez micsoda paradoxon. Az, hogy egy illúzió anélkül, hogy valakié lenne, tetszik érteni? Mondjuk egy tévedés, az is. A tévedés is olyan dolog, hogy kell valaki, aki téved, mert úgy, anélkül, hogy képzelik a tévedést? Vagy az illúziót, hogy nincsen egy én, akinek illúziói vannak, csak ugye az illúzió magában. A Morgensteinnek van egy ilyen verse, hogy egy térd magában járja a világot. Ez erre célzott, hogy én akkor egy legboldogabb, ha valaki azt mondja, az én csak egy illúzió, rögtön ne kérjünk ki. Hogy ha valaki beszél, nem azt mondjuk, hogy valami beszél, nem, hogy valaki beszél. Nagyon jól el tudjuk ezt határolni, a két dolgot. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy Odysseus, ennek a neve tűnik, amikor Odysseus megkérdezte a megvakított Kyklops, hogy hívnak, azt mondta, senki. Senki. Senkinek. Na aztán, mikor kiabált segítségére ez a megvakított Kyklops, akkor kérdezték a társai, hogy hát ki bántott? Senki. Hát akkor mit akarsz? Ez az Odysseus. Én nem vagyok. Te sem. Senki sem. Senki sem. Nincs senki. Senki sem felelős. Ezért. A tizedik, azt említettem, empirizmus csak közvetítetlen tapasztalás irányában lehet. Tehát amit empiriának hívunk, az, hogy az érzéki tapasztalás az. Egyébként hagyd térek vissza még egy pillanatra erre az énre. Az érzékszervek ugyanis önmagukban nem észlelnek semmit. Nem csak azzal tudom bebizonyítani, hogy mikor ezt leteszem ezt a szemüveget, gondolják, hogy ez lát. Húzol, szerinted. Hogy? Csak megkérdeztem őt. Ja, igen. Vagy ha mondjuk nekem hallókészülékem lenne, nincs,
de mondjuk áram alatt az éjjeli szekrényemen tartanám, gondolják, hogy a hallókészülék hal. Ez sem van. Az sem. Na de az a jelenleg, jó, hát a szemedet nem tud így kirakni. Az igaz. Viszont ilyen tudok... Szürrealista kép, hogy le volt téve egy szemüveg, és azon a két szem, és az is le volt téve. Igen. De valami mást tudok csinálni, és csinálunk is, és különösen az iskolában fordul ez elő, de nyilván úgy előadás közben is észlelem ezt a jelenséget, hogy mondjuk valaki így teljesen egyértelműen rám néz. Szóval a két szeme fókuszában én vagyok biztos, és én tökéletesen biztos vagyok abban, hogy se nem lát, se És az iskolában is előjön, és a tanár is, a tanító is rögtön tudja, megkérdezi, hogy mit mondtam? Fogalmam. Kéne beszélni. Ez nem is olyan nevetséges, mert végül is, ha én beszélek, én a levegőben longitudinális hullámokat gerjesztek, amelyek eljutnak az önök dobhártyáig. A dobhártya rezgésbe jön, és ezek a rezgések az idegpályákon keresztül biztos elérik az agyat, a kutya fáját. Hát hogy nem tudják, hogy mit mondta? Hogy nem hallanak? És nem csak, hogy nem tudják, mit mondtam, de abszolút nem hallottak semmit. Én velem is megesik, elmegyek egy rossz koncertre, én úgy el tudok onnan koncentrálni, hogy nem hallom azt a rossz játékot. Van, aki ezt üzével ilyen fülgiasszal éri el, de nekem erre nincs szükségem, mert egyszer csak elmegyek. Mivel? A figyelmemmel, amit régebben úgy hívtak, hogy én. Még a gyerek azt mondja, mikor a gyerekkel van így, akkor azt mondja, hát hol voltál? Az úszodában. Ott ült előttem. Ez az úszodában voltam. Mármint, hogy azért nem hallott, mert ő ott volt képzeletben a figyelmével. Az énjével az úszodában. Ez játszik könnyedségem, bárki megcsinálhatja. Hát zárom azzal, hogy annyira így van, egy évet töltöttem Göttingenben, van egy széles út, a Bürge vég, ami az egyetemi negyedet, rendkívül híres, nevezetes egyetemi negyedet, ott fantasztikus nagyságok fordultak meg, matematikába, fizikába, kémiába is. Tehát ezt a negyedet egy széles út választja el a várostól. A város faltól kívül esik ez, és amikor Hilbert ezen századnak hogy a három legnagyobb matematikusa közül egy átkelt az úttesten, akkor leállt a forgalom. Ugyanis tudták azt, hogy Hilbertnek hiába dudálnak, kiabálnak, meg ő hiába néz körül, mert ő nem lát és nem hall, mert ő el van mélyedve valamilyen matematikai problémában, és miután mindenki tiszteltet is tudta, hogy Ez egy világhír. Ezért a forgalom inkább leállt. Látták, hogy jön Hilbert, leállt az egész van jobbról, balról, megvárták, míg áthaladt szépen, és akkor megindult a forgalom. Miért? Azért, mert a szórakozott professzor, de ő nem szórakozott. Ő egyszerűen csak másut volt. Ő nem hallotta a tudálást, hallotta a kiabálást. Hát nem fantasztikus, és még azt mondjuk, hogy az érzékszervek észlelnek. Hát frászkarikák. Én észlelek az érzékszerveken keresztül, ott vagyok az érzékszervek mögött. Tetszik érteni? A mögöttet ne tessék most nagyon komolyan venni, hogy a térben valahogy, szó sincs róla. De én vidáman el tudok vándorolni onnan. Az én érzékszerveim változatlanul célba veszik azt, amit célba vesznek. A fülemet sajnos nem tudom behújni sem, adott esetben, ez kevés ember tudja megcsinálni, ami nagy kár néha, és
Viszont elég az, hogy nem vagyok ott. A figyelmem elfordul, másutt van, Prágában van, vagy mit tudom én, Új-Zélandban van, és már nem látok, nem hallok. Fiziológiailag minden bekövetkezik. Tetszik érteni? Megakadályozhatatlan. Magára nézek, a szememben fantasztikus kémia megy végbe, ekközben tovább csavarodik egész az agyba, mégsem látom. Hát nem. Sugarak verődnek vissza, ezek behatolnak a szemlencsébe, ugye? Ott megfordul az egész, és valahol egy sötét kamera hátsó falán, hol van ez a sötét? Mindegy. A sötét kamera hátsó falán egy kicsinyített fordított kép jelenik meg. Mindenki ismeri ezt az ábrát, ugye? Emlékeznek? Egy fa. Az én kérdésem az volt, hogy ki látja ezt a képet? De most kezdhetjük előről. Jó, létrejön egy kicsit fordított kép, oké. Na de valaki látja, és kezd a kis manó, valahol itt az agyamban, nézd, aha, visszafordít. Na de őnek is látni kell, tehát kezdhetjük előről, az ő szemmel, az ő agyat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ennél annyit reflektálnék, hogy én értem egy ilyen versenyt, hogy jó-jó, fejünkben kukatok lakni, de kit laknak a kukatok fejében? Na, hát erről van szó, pontosan. A kis manó, próbáltam valahogy, hogy hát valakinek ezt látok. Mert az, hogy ott keletkezik, vagy nem, amellett ennek sok ága boga van, körülbelül 6 gondolathiba van ebben a fiziológiai érzékelés elméletében. Azt hiszem 5 vagy 6 is, nem tudom hirtelen. Ez az egyik. És csak az egyik. Hát köszönöm szépen, hogy mostan elmegyek. Hát nem. Kérdése? Hát, jó, hát. Kérdés. Én szeretnék lenni a harmadik. Vagy? Én szeretnék lenni a harmadik. A harmadik mint? Aki közbe pofázik, vagy kérdem. Ez még kettő kell. Ó, azt szeretnék. Én azt szeretném kérdezni, hogy ez, ami itt elhangzott, a tisztétel, ez az önműveiben külön-külön szerepel, vagy pedig egybe gyűjtel, vagy külön mű? Sikerem vele már olyan értelemben, hogy nem haraptak rá. Hát, hogy most jó, mert ott azok ültek, akik ezeket, akiktől begyűjtöttem a hibákat, és de azt láttam, hogy na most nekem ugranak. Nem történt meg egyáltalán. Most azonnal lehet tudni, hogy ez a filtra szagyar, ez egy olyan egységes kaszát alkot, aminek nincs, ami mellett... Nem megy el valami? Nem lehet 11. vagy 12. De, lehet. Abszolút. Nem, egyáltalán nem gondolom, hogy több él nem lehetséges. Kevesebb lehet, mert ezek, azt már megpróbáltam, hogy ezek közül össze lehet vonni egyet-kettőt, de az is lehet, hogy még valaki, vagy én akár magam is találok még. Nem, egyáltalán nem állítom, hogy ezzel minden gazt ki lehet küszöbölöm róluk. Akkor én vagyok soron. Na, mondjad. Itt van ez, hogy ez a 10 rákfene, ez ugye tudatformációban van. Most ugye azon kezdtem gondolkodni, mert egy gonosz lélek vagyok, hogy mi az, ami ki tudja cselezni ezt a 10 bólyát, vagy legalábbis nagyon kevésbe akad bele. Tehát tudati rendszer,
mely akár annyira erős, hogy ha nem akarta magáról is, de izmosodott, és a küllevinnek a bakafántosságát kicselezte jó részt. Találtam egyet. No. A titanizmus. A titáni gondolat is. Ja. Hát a Nietzsche művei, Nietzsche, a Don Quixote, most tényleg kicsit zavarba jöttem, hogy én azt gondolom, hogy a titáni életvitel, mely gondolati rendszer ezt a 10 rákfenét eléggé jó arányban tudja kicselezni, és nem igazán tudnék mondani egy másikat. Na most van még egy életvitel, amelyik ennek eléggé jól ellen tudna állni, és ez maga a vallási életvitel. Ez azért mondom, mert az is dogmatika alapjaira épül, és most nem az olyan dologra gondolok, amikor valaki vallás nélkül is kvázi vallásos, most hadd ne menjünk ebbe a kifejezésbe jobban bele, hanem ténylegesen, teoretikusan mondok egy példát, megbérmált, nem tudom, végment ezeken a, én például konfirmáltam felnőtt fejjel, hogy a titáni életvitelen kívül már csak egyet lehetne mondani, de az meg nem szabad, mert ott ugye a másik világnak való eljegyzettség jegyében él az e világban az ember. Tehát az már egy kicsivel nagyobb sérüléssel halad át ezen a kellemetlen dolgon. Nem halad át az egyáltalán. A vallási életvitel? Legalábbis ami dogmára épül, az nem. És például, hogy az a dogma áthalad-e ezen, most vegyünk egy kevesebbet, jó? Azt mondja a Szerbantal, hogy a legnagyobb káromkodás egy vallásos ember számára, aki ugye magát szolgának nevezi, az, ha azt mondom neki, hogy van világ. Erre a Mircea Eliade azt mondja, hogy a teremtés legnagyobb ereje mégis éppen az, hogy én egy vallásos embernek azt mondhatom, és joggal mondhatom, hogy van e világ, a teremtés annyira erős, hogy akár még ezt is elképes viselni, bírni. Azért ez azért egy nem rossz mondat. Szóval hiába ez egy dogma, ez egy baromi erős mondat volt, és nagyon sok ilyet lehetne mondani. Hogyha például azt mondom, ami a kedvenc költőmnél van, hogy vagyok az egy, és vagyok a kettő, vagyok az íj és a fa elem. Az öl és az ágyék. Tehát vannak olyan mondatstok, amelyek rendszeré szereződnek, utánuk új életre kelnek, mint valami, nem szeretem ezt a szót használni, most nagyon megy ez a szalon ezitérje, mint egy mantra, életre lobban. Vannak olyan dolgok, amelyek igenis, hogy elvi megváltoztató erejű tartalmak, mégis ezeket az én általam is, szóval 101%-ban egyetértek Komám urammal, amikor azt mondja, hogy ez a 10 rákfene van. De van egy-két dolog azért, ami bizonyos arányban azért ezeket a küllevindi dolgokat kicselezni képes. Hát reméljük. Hát tudom, hogy reméljük. Reméljük, hiszen arra való. Na jó, csak most úgy ültél le, hogy most lehúzhatjuk a rolót. Ne. Mindannyian az aha amerikaiak, ha magyarok vagyunk, a 10-ből legalább 9 minden nap ott operál bent. Hát, én nem tudom, hogy ezt a benyomást keltette el, amit mondtam, mert én ezt azzal a céllal mondtam, hogy ezek ugyan rendkívül gyakran előforduló gondolathibák, de már maga az, hogy rá lehet jönni. Ez már azt jelenti, hogy van egy gondolkodás, amelyiket ki tudja kerülni. Bőven. És ez a cél. Tehát itt nem az volt a cél, az, hogy na hát, ezért nem lehet gondolkodni, mert ez ugyanolyan öngyilkos gondolat lenne, mint amit már egyet-kettőt említettem, hanem pontosan az, hogy ki lehet alakítani olyan gondolkodást, ami abszolút mentes ezektől a hibáktól. És gondoltál te már arra, hogy ezeket a kaszacsapásokat természettudósoknak előad? Mert azt hiszem, hogy ők azok, akik a legjobban mondják az esetben.
Hát abban a pillanatban, amikor kilépnek a szakmájukból, akkor igen, rögtön, abban a pillanatban rögtön benne vannak, és erre számos példa van ma is, mert éppen ez ugyan most egy kicsit újra neo-reneszánszát, vagy reneszánszát éli, hogy állítólag ugye az okság elve az kicsit úgy buddácsolott a Heisenberg körül, és ezért lehet emberi szabadság, amire egy amerikai tudományszociológus, úgy hívnám, hogy P.L. Berger, ezt a megjegyzést tette, hogy a lyukak az okság harisnyáján még nem jelentik az emberi szabadságot. Tehát az, hogy nem teljes az okság, állítólag, ma ez is nagyon fizikusok körében, ez ma is nagy kérdés, hogy itt azért nincsenek ilyen rejtett paraméterek, meg úgy, de ez teljesen mellékes. Ahhoz, hogy szabadságról beszélünk, az emberi énről kell tudni, mert csak valaki lehet szabad, nem valami. Na most tehát amit én mondani akartam mindezzel, az az, hogy nagyon is létezik, már maga az, hogy felfedezhetők ezek a hibák, mutatja azt, hogy van egy olyan gondolkodás, amely igen, ezt meg tudja kerülni. Ha nem volna megkerül, ha egy hiba nem megkerülhető, hogy úgy mondjam, feltétlenül bekövetkezik, arra soha senki nem jön rá. Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogyha ha mindenki benne van, mondjuk, hogy mindenki nálhás. Mint a lapos légyesetet. Mint a lapos légyesetet, tökéletesen így van, ez a példa. Tehát, ha mindenki influenzás egy helyen, ott senki nem jön rá arra, hogy valaki influenzás, hanem ezt úgy tekintik, hogy ez a normális. És aki netán nem köhög eléggé, ezt beoltják. Hogy hadd köhögjön, mert ez valami eltérés a normától. Ami egyébként nagyon gyakran megesik, szóval ez csak egy kép, de kifejezetten megesik azt, hogy megpróbálják az illetőt rávenni arra, hogy hadd betegedjen meg, de ezt nem tudja senki, hogy ez betegség. Tehát a diagnózis, az, amiről tudjuk, hogy diagnózis. Ha a diagnózis normának veszük, törvénynek, akkor baj van. Érted? Mert a kiegészségét aztán mind beteg. Aztán mind beteg, meg van. Ez is valami karintiáda már, azt hiszem. Nem a vakok országában volt. Hát igen, az. Pontosan, nem, ez egy régi perzsa dolog, hogy igen, királynak a népe. A Velc, igen, Velc. Mert, igen, Velc. Olvastam ezért. Ja. Szóval ez a pont ellenkező, mint ahogy te mondtad, én azért gyűjtöttem ezt össze, hogy megmutassam, hogy igenis megkerülhető, és kívánatos az, hogy fölfigyeljünk ezekre a dolgokra, mert különben baj lesz. Baj van. Ön a talán egy olyan fontos dolgot mondott erre számomra, erre a kitapítással, de nem biztos, hogy csak ezzel a szóval jelmezünk a dolog, ugyanis azt, hogy hogyan kerülhetett ki ezek a csapdák, vélemények szerint összefüggésben áll az egyes létszintekkel. Ezek a csapdák, ezek egyes létszinteken működnek. A kérdés számomra az, hogy ez aki más létszinten működik, és nem ötlődnek fel a csapda, az egy ilyen olyan anyagi struktúrába begyümöztölve, ami meg van hűtve az élet szentségével, az, hogy mennyire emberi formátum már ez. Elhangzott az a mondat is, hogy megismerőnek a megismerőnek mindig magasabb szinten kell állni. Ez ugyanaz, mint az, hogy a létszintek annak hierarchia van, nagyon kemény hierarchia, hogy bármilyen vallás bármit mond, véleményszerűen ezek működnek, ezek a hierarchia, a létszintek. Ezek tudatszintek, elsősorban.
Én nem tudom, hogy tudatlanul merném-e nevezni, hogy számunkra tudatlanul. Számunkra ezek tudatlanul. De ha csak ez lenne, akkor fölköthetnénk magunkat. Mert ellenirányba is van egy járat. És hogy a megismerés és a létszintek között, hogy bármilyen arányosság van-e, azt nem tudom. De lehetne egyébként, szóval ez egy elég érdekes dolog, nem tudatni. Tehát, hogy a megismerő, ugye a megismert fölött áll, tehát hogy egy kő nem tud annyira megismerni engem, mint amennyire én egy követ, mondjuk. Ez nem biztos különben, de... Nem vagyok benne biztos. Mert bocsánat, hogyha itt a biológus kipofászat belőlem, állítólag az életnek 7, mások szerint, hogyha különveszem, 8 fő faktora van ezekből, hogy egy hiányzik, nincs meg az élet. Már most. Ugye ez egy rohadt nagy kérdés, hogy egy szikla, aminek az oldalára rácsücsülök, az ugye olyan, mintha te kezedre egy mikróba rászáll 30 000 milliomod másodpercre, te érzed azt? Nem. Tehát lehet, hogy ilyen geoszinteken ott van életjelenség, csak más hullámokban. De ezt hagyjuk, ez most nem érdekes. Egyébként visszafelé az, hogy csak úgy lehet megismerni, hogy értelmünk fölöttébb álló a megismertnél. Én, ha valamit utálok, az a plebejusizmus, de most mégis ezt kell, hogy kipofázzon belőlem, mert igenis, hogyha engem bevinnének egy UFO, de nem engem, bárkit, egy UFO belsébe, teljesen vadidegen szerkentjük ott vannak, hát dögöljek meg, hogyha nem kezdeném el kinyomozni, és addig nem, hogy hívják olok, amikor az utolsó szoftvernek a nyomára nem üzélek, és lehozom a csillagot az égből. Tehát, hát az bizonyítja, hogy abban a pillanatban értelmileg, mint egy vadem, majom ember vagyok egy konyhában, aki azt se tudja, hogy ez kés, az meg mikrohullámú sütő, de x év múlva, és ezen fogom törni magamat, tegyem meg, ismerjem meg. Elején én vagyok lejjebb. Dehogy nem, elején én vagyok lejjebb. Persze. De akkor nem is ismered meg. Ja. Jó, de azért az idői vetületet nem kell itt ki merevíteni. Nem idő. Egy pillanat alatt fölvillanhat. Nem, az intuíciónak nincs ideje. Ezt tudjuk. Én nem arra gondoltam, hogy arról véres verítékkel, most aztán tényleg angol emprizmussal képvára fektetni az ismeretlent. Jó, de hát... Meg kell tudni, hogy milyen az a belső ennek a UFO-nak. Intuíció nélkül nem jut semmire. Állítólag. Biztos. Mert amit itt beszéltünk, ugye, hogy az alapszavak, meg alapfogalmak, már ott kezdődik, ez a legnagyobb bizonyíték erre. Alapfogalmakat nem tudjuk másképpen, mint intuitív módon, a kisgyerek sem. A kisgyerek rendkívül gyorsan mondja, hogy igen, nem, de... Kérdeztetek valamit? Hegelnél vagy a Leibniznél mi intuíció? Mert hogy a Bergsonnál oké, az tudjuk. Tele van. Igen? Tele van. Cumbáspél. Hogy? Cumbáspél. Hát az egész logika csupa intuíció. Hát akkor én is intuicionalista vagyok. Persze. Hát nem. Na mindig. Az intuicionista, akkor te vagy. Jó. Szeretnék valamit kérdezni, hogy én postáztam, ahol laksz, a múltunkat taglaló egy-két dolgot, hogy milyen gondolatcseréket tartottunk, melynek most a legutolsóján te vagy. 14 éve egyébként. Ebből csak 88-tól vannak ezek a listák, de majd megcsináljuk a korábbit is. Nyilván láttad, hogy olyan szöges keménységgel ütik a témakörök egyik a másikhoz képest, hogy egyszerűen elképesztő a diverzitás foka ezeknek a témaköröknek, műfajoknak, amik vannak. Te azt mondtad, hogy a gondolkodás nem tanítható, igaz? Jó. A tanítás előfeltételezi. Ebben szeretnék egy kicsit már megint bele bakafántoskodni. Most én azt gondolom, hogy mi jobbadán elsődlegesen olyan Istentől elszakadott platonisták vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy az ember gondolatcseréket rendszeresen folytat, amelyek végül is arról szóló történet mások mellett, hogy az ember hogyan legyen unideologikusan szabadlátó, lényeget átadni képes, nem pedig bableves. Tulajdonképpen sokkal több értelme van a rendszeres gondolatcseréknek, semmint konkrétan a maguk tárgyának. Ezt azért mondom, mert szép fokozatosan az olyan ember, aki rendszeresen jár gondolatcserékre,
kontra azzal egyfejtő ikertársával, aki viszont nem. Bárdoltabb elméjű, pallírozottabb lelkületű lesz, gondolom én. Igen. Akkor viszont mégiscsak az állt fenn, hogy ez a Platón nem volt hülye, meg mi se igazán, mert mégiscsak azért a gondolat, a gondolkodás, és állítólag a Heidegger, ugye, divatos idő, a filozófiáról a Denkerre akarja tenni a hangsúlyt, azért, és ezt a múlt heti rádióadásban is mondtuk, hogy végül is ez a gondolatcserélés éppen, hogy a gondolásnak, a gondolkodásoknak nem csak hogy iniciálása, és méghozzá unideológikusan, hanem rendszeres csinálása is. Tehát, hogy végül is... Hogyha végül gyakorolsz, akkor csak... Na, de éppen szeretném mondani, hogy nekem régebben volt, vagy 15 évvel ezelőtt egy tanulmányom arról, hogy az intelligencia honnan van, meg milyen származású. Hogy én is oda jutottam ki, hogy levezethetetlen egy pont után. Na már most. Ezzel szemben viszont, nevezzük ezt el, és akkor mindenki érti, felokosulás. Ebben a pillanatban találtam ki. Felokosulás. Ebben a pillanatban találtam ki ezt a szót. Igenis, hogy képezhető. Persze. De akkor viszont éppen, hogy a gondolkodás fejlesztő. De van egy előfeltétel, az, hogy már tudsz gondolkodni. Nem tudom. Mert az, hogy összefüggéseket föltár, a probléma megoldásra jutok, az még nem gondolkodás. A Mit? Na de akkor eljut, vagy pillanat hazászoljak a lehetőség. De akkor a tyúk tojás problémához jutsz el, nem? De bár. De valamilyen szempont szerint valamit összeállítasz, és úgy gondolkodni, össze lehetni. Na. Azért nem biztos, hogy igazad van, mert az elején ez még spontán jön, tudod? És éppen ez a kvantumfizikai gondolkodás struktúra szintje, hogy ez itt nem idői, érted, amikor két lehetőség közül egy kisgyerek, nekem most van kisgyerekem, állati izgalmas lemérni ezt a dolgot, két dolog közül az észszerűbben képes választani, és honnan? Eszem meg. És csak azért mondom, mert én is vagyok így, egy magasabb szinten, hogyha valami ismeretlenbe botlok, és ez valahogy kijön belőlem, tehát ez még nem gondolkodás, ami egy egylépéses Pavlovi reflex. Nem is empíria. Ezt én állítom, hogy igazad van. Na de én azt gondolom ezzel a kalapján, hogy a gondolkodás igenis, hogy fejleszthető. Persze, hogy fejleszthető, de már valaminek kör lenni. Ami fejleszthető, az ön gondolat csere. Hát, hogyha nem tudnák gondolkodni, ugye mit cserélnek? Legfél, mit tudom én, a gombjainkat, vagy valami, de... Van egy alap. Na ez az én gonoszságomnál is gonoszabb ellenválasz. Hát, nem, ez gondolkodni, mit tudom én, van egy autód, érted, és akkor az minden megy százat, kicseréled benne a motort, és följavítod, megy 200-at. Na most ehhez viszont elegedetlen feltétel, hogy el tudjon indulni. Ez a lényeg. Mert ha nem tudja indulni, akkor nem megy 100-at, csak 200-at. Mert hogy legyen autó. Nézd, ott van, ha még van. Na, most menjünk egy kicsit haza. De hát, ha van még valakinek valami. Ne legyen. Egyet szeretném kérdezni, meg tudja egy valaki mondani, talán nem, hogy mi a sóhaj? Wow.